A közelmúltban rendezte meg nyíltnapját a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyoma Endrődi Oktatási Egysége. Az eseményhez kapcsolódóan szakmai találkozót is rendeztek, ahol a főszerepet a szakképzés fejlesztése kapta. A nyílt napon a pályaválasztás előtt álló tanulók szép számban érdeklődtek az iskola szakképzése iránt. A közoktatási intézmény diákjai betekintést adtak a különböző szakmák fortéjaiba. A dévaványai fodrász és szabó tanulók mutatták be tudásukat. A Gyoma Endrődi diákok cukrász bemutatóval és asztalterítési technikákkal kápráztatták el a nyolcadikosokat. Míg a Békési Oktatási Egység rendvédelmi képzésében résztvevő tanulói önvédelmi bemutatót tartottak. Emellett képviselte az intézményt a Tisza Média csapata is. Az érdeklődő diákok továbbá lapozgathatták az intézmény beiskolázási tájékoztatóját. A nyílt nap nagyon sikeresnek bizonyult, hiszen Gyoma Endrődre több mint 100-an látogattak el. Take control on me just for the night. And if I share my secret.